És akkor folytatjuk egy egészen másik témával egy rövid hatásszünet után, ugye nem így terveztük ezt az adást, de az élet írja most ezeket a perceket. Orvosi kamara, egészségügy, egy olyan téma, ami egyébként is állandóan az asztalon van, és aztán most különösen, mert hogy a kormányzat egyfajta egészségügyi átalakításra, már megint egyfajta egészségügyi átalakításra szánta magát. Az orvosi kamara jóváhagyása nélkül a jelek szerint önök inkább tiltakoznak, mint egyetértenek. Álmos Péter, a kamara alelnöke, jó estét! Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket! A tiltakozásunk részleges, ez azért fontos, és úgy fogalmazott szerkesztő úr, hogy már megint egy átalakítás, mi valahogy úgy közelítjük meg, hogy végre egy átalakítás. Azt hiszem, hogy aki a magyar egészségügy közelébe kerül mostanában betegként, orvosként, szakdolgozóként, az tisztában van vele, hogy itt valamit lépni kell. És a kamara együtt működve az államtitkársággal úgy gondolja, hogy ezek a lépések, amifelé az államtitkárság el szeretne indulni, nagy vonalakban jó lépések, viszont van három kritikus pont, ami miatt nem tudjuk most a jóváhagyásunkat adni ehhez a tervezetre. Mondja is ezt a hármat rögtön, hogy gyorsan. Mind a három tulajdonképpen, mind a háromnak az a központi magva, hogy a magyar állam, a magyar állami egészségügy versenyben van a szakdolgozókért és az orvosokért. Ez egy nyílt piac, az Európai Unió bármely tagállama, nyilván a nagyvilág is, és a magánszektor is versenyzik az orvosokért és a szakdolgozókért, és látjuk, hogy ebben a versenyben jelenleg azért nem a magyar állami egészségügy áll nyerésre. A béremelés, a bérrendezés az egy olyan lépés volt, és a paraszolvencia betiltása, ami nagyon jó irányba ment, és a számok azt támasztják alá, hogy drámaian lecsökkent az orvosok elvándorlása. Viszont ebben az a három kritikus tétel, amit nem tudunk elfogadni, ez mind ez ellen dolgozna. Abszolút beteg érdek az, hogy legyen elég orvos. Ha egy házi orvosnak, akiknek a 50%-a 60 éven felüli este 10-ig ügyeletet kell adnia, nem látjuk azt, hogy ehhez lesz-e elég házi orvos, vagy pedig akik már nyugdíj felett vannak, azt fogják mondani, hogy hát köszönöm. Hát egyszerűen nem fogja bírni, hiszen napközben rendel, este ügyele. Így van, így van. Az orvostársadalomnak egyébként a 20%-a az 70 év feletti. Tehát az orvosi kamara tagjainak 20%-a 70 év feletti. Tehát ebből azért lehet sejteni, hogy itt ez egy nagyon komoly kockázat, és nincsenek megfelelő hatástanulmányok, nem mérték fel azt, hogy ez biztosan működni fog-e. A következő lépés, hogy az a szakorvos, akiért az osztrák egészségügy versenyez és kínál minden jót, azt a szakorvost most napi három órás ingázásra is szabadon kényszerítheti majd a munkáltatója. Az egész szabadon mennyiben vezényelhető lesz. Gyakorlatilag igen, próbálják a vezénylés szót kerülni, nem így megnevezni, de pontosan erről van szó. Tehát egy napi három órás utazás az olyan mértékben avatkozik bele az ember magánéletébe, ami azt gondolom nem teszi ezt a javaslatot versenyképessé. A harmadik pedig, hogy a béremelést említettem, ugye Orbán Viktorral megállapodtunk egy béremelési lépcsőben. Most ez a törvénytervezet ezt módosítani kívánja, és az orvosok bérét 20%-kal csökkenteni, ha nem teljesítenek bizonyos, most még nem ismert mutatók szerint. Na most a miniszterelnök úr ugye a nyugdíjasokkal kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy amit ígéretet nekik tett, az egy becsületbeli ügy, hogy azt tartani kell. Azt gondolom, ez az orvosi társadalomra ugyanúgy érvényes. Értetlenül állunk ezelőtt a lépés előtt, hiszen itt kivételesen itt vannak számok, és azt látja és az államtitkár úr, és ezt ismertette velünk, hogy az orvosok 5%-a körülbelül rosszabbul teljesít, mint a fizetés emelés, béremelés előtt. Ennek oka valószínűleg az, hogy ott a hálapénz az jobban jövedelmezett. Hogy a többi 95%-ot miért kell kételyek közé sodorni, vagy kételyek közé vinni, azt tényleg nem látjuk. Hát és hogy azt a normát ki fogja megállapítani, és milyen alapon, ami alapján majd eldöntik, hogy alatta vagy felette teljesít egy orvos, még az is egy érdekes kérdés. Ilyen mellé rögtön oda szokták tenni azt a táblázatot, gondolom én. És még egy szempontot hadhozzak, ami nem orvosi szempont, de nekem volt szerencsém beszélgetni az egészségügyi szakdolgozók vezetőjével. A vezénylés szót ugye nem használjuk, de mégiscsak az történik, hogy ők is vezényel
kezelhetők lesznek, épp úgy, mint az orvosok, a szakdolgozók. És ugye ő mondta azt, hogy el tudjuk képzelni azt az ápolónőt, aki ott dolgozik a kórházban, majd azt mondják neki, hogy utazzon 50 kilométerre arrébb, miközben két gyereke van otthon, és egyedül neveli őket? Hát nyilván nem fog. Így van. És a szakdolgozók hiánya most jelenleg nagyobb is, mint az orvosoké, úgyhogy ez őket még jobban érintheti. Ez egy komplex probléma. Van kivel erről még tárgyalni? Tehát azt mondja, hogy az államtitkársága van együttműködésük, akkor ezt a három felvetésüket is tudomásul veszik, vagy meg se hallgatják? Elmondtuk, és ebben nem látunk elmozdulást. És a 170 oldalas dokumentumot küldtünk el az államtitkárság előterjesztésére válaszul, összegyűjtve az orvostársadalom széles rétegeinek véleményét, és ez nagyon konzekvensen kijött, hogy ez egy nagyon billenékeny pontja ennek a dolognak. A kapcsolatunk az államtitkársággal sokkal jobb, mint korábban volt. Nem mondanám, hogy egyenrangú partnerei vagyunk az államtitkárságnak, de látható elmozdulás, és ilyen mérvű átalakítást, ami most készül, csak az orvostársadalom egységben lehet véghez vinni, úgyhogy reméljük, hogy a parlament elé mégsem ez a törvény kerül be, hanem ebben a három pontban lesz változás. Hát ha valamit azzal tudtunk segíteni, ezek itt elhangzottak szintén, akkor ezt megtettük. A Magyar Orvosi Kamara alelnöke volt a vendégünk, Álmos Péter úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.